Maja Lönde, hónővér, 5. fejezet. Gyorsan szedtem a lábamat az utcákon, Hedvigiktől hazafelé. Sokáig tartott az út, mivel a város másik végében laktak. De szinte még éreztem a Gaj villa melegét. Milyen lenne egy ilyen házban lakni, és milyen lenne, ha már kint lennének a karácsonyi díszek? Otthon még egy árva karácsonyi csillag sem került elő. Anyáék bizonyára fel sem fogták, hogy már csak 6 nap van karácsonyig. Legalábbis még nem. De talán épp ma jutott eszükbe, gondoltam magamban. Lehet, hogy anya hazafelé úton vett néhány mikulás virágot a piacon, apa pedig elővette a pincéből a részgyertyatartót és kifényesítette, hogy úgy ragyogjon, ahogy kell, és esetleg felhívta anyát és megkérte, hogy vegyen bele 4 hosszú lila gyertyát. És mire hazaérek, talán már ott ég benne 3 gyertya. Miközben szedtem a lábamat hazafelé, ez járt a fejemben. Minden áldott nap erre gondoltam hazafelé menet. De még nem történt semmi. A karácsonynak nyoma sem látszott nálunk. Aztán megérkeztem. Benyitottam az ajtón, és beléptem az előszobába. Éppen akkor lett 5 óra. Halpogácsa illatát éreztem. Halpogácsa. Lehet, hogy ez jelez valamit? A halpogácsáról nem kifejezetten a karácsony jut az ember eszébe, de igazából a péntek sem. Mostanában viszont gyakran ettünk halpogácsát. Halpogácsát, húsgombócot, vagy csőben sült halas tésztát. Mintha a szüleim elfelejtették volna, hogy mást is lehet enni. Augusta húgom kijött az előszobába. Apa szólt, hogy kész a vacsora, közölte. Jó, feleltem. Egyébként szia. Szia, válaszolta. Augusta 5 éves és a dereka migér. Olyan a szaga, mint az óvodás gyerekeknek. Szappan, tej és vizes gumicsizma illata keveredik benne. Nagyon puha az arca. Szeretem neki nyomni az orromat. De nem mindig engedi meg, és ha Augusta azt mondja, hogy nem, akkor nem. Augusta ugyanis tudja, mit akar. Néha annyira dübe tud gurulni, hogy anya az ég felé emeli a kezét, és azt mondja, nem tudja, mit kezdjen ezzel a gyerekkel, apa pedig azt szokta mondani, hogy csoda, hogy Augusta még nem robbant fel, mint egy hordó dinamit. Dinamitnak is szokták hívni. De nyáróta egyébként nem is nevezik így. Augusta ugyanis már nem akar felrobbanni. Követtem a konyhába. A vacsorán már az asztalon állt. Főtt krumpli, halpogácsa és reszelt répa. A gyomrom összeszorult. Mert hát ma sem került ki egy szálmikurás virág, vagy adventi koszorú sem. Anya megborzolta a hajamat. Apa gyorsan megalált. Szia, Noel! Üdvözölt anya. Jó napod volt? Érdeklődött apa. Igen, feleltem. De többet nem mondtam, mert senki sem nézett rám, azt várva, hogy meséljek. Feltették ugyan a kérdést, de választ igazából nem vártak rá. És nektek jó napotok volt? Kérdeztem, és kivettem egy szem krumplit. Igen, felelte anya. Igen, értett egyet apa. Igen, helyesállt Augusta. Aztán mindenki néma csendben meghámozta a maga krumpliát. Először anyára pillantottam, aztán apára. Teljesen átlagosan néztek ki. Úgy, mint mindig. Anya a szokásos frizurájával, apa a megszokott szemüvegével. Amióta az eszemet tudom, pontosan így néznek ki. Az elmúlt fél évben mégis megváltoztak. Mintha két másolatuk ült volna ott, nem tudván, milyenek szoktak lenni anyáik, hogy anya vicces történeteket szokott mesélni a munkahelyéről, vagy hogy apa mindig tervezget, hogy mit csináljunk a hétvégén, meg 1 év múlva, és annyira tud örülni, hogy néha felugrik a székén, vagy hogy anya néha olyan hangosan nevet, hogy már meg kínosan érzem magam, de apa kedveli ezt a nevetést, mindig azt mondja, hogy hajdan ez ejtette rabul. De időközben megváltoztak. Nem voltak önmaguk.
csak hasonlítottak egykori énjükre. A krumpli darab hirtelen megnőtt a számban. Mi van, ha tényleg így van? Mi van, ha anyáikat csak lecserélték valakire, aki csupán megjelenítik őket, és az igazi anya és apa soha többé nem tér vissza ide? Augusta is csak a mása volt önmagának, hang nélkül óvatosan dugdosta a szájába a krumpli darabokat, a villával nem masszatolt, a legkevésbé sem dühöngött. Úgy éreztem, hiányzik. Nagyon hiányzik dinamit. De a legjobban a nővérem Juno hiányzott. És tudtam, hogy mindannyian hiányoljuk. Szerettem volna kimenni a temetőbe meglátogatni, de anyáik sosem akartak. Nem értettem miért. Egyedül sétáltam ki a temetőbe. A sír dísztelenül sötéten állt ott, koszorúk és gyertya nélkül. Juno állítólag odalent fekszik. Képtelenség volt felfogni, és nem maradt utána semmi, csak egy gazokkal teli ágyás meg egy hideg kődarab. Ahogy ott álltam, mintha a szívem is olyan hideg kődarabbá vált volna, és egy másodperccel sem bírtam tovább. Elrohantam onnan, és soha többé nem mentem vissza. Hát igen, szólalt meg anya. Bizony, mondta apa. Állítólag megint havazni fog, közölte anya. Igen, felállta apa. Úgy tűnik, itt is csak az időjárásról lehet beszélni. Vajon ez örökre így marad? Nem, az nem lehet. Eszembe jutott valami, szólaltam meg. Igen, várta a folytatást anya. Talán elő kellene vennünk az adventi gyertyatartót, mondtam. Az adventi gyertyatartót? Kérdezett vissza apa. Mindketten rám néztek. Azt lehetett volna hinni, hogy valami különös űrbéli dologról beszélek, mintha még soha nem hallottak volna az adventi gyertyatartóról. Hiszen mindjárt itt van az advent 4. vasárnapja, magyaráztam. Igazad van, ismerte el anya. Tényleg, mondta apa is. Akkor elővesszük? Kérdeztem. Talán itt az ideje, mondta anya. Itt hát, helyeselt apa. Nézzétek, hogy esik. Aztán megint a hóról beszéltek, hogy milyen nedves és nehéz. Vacsora után anya kiment havat lapátolni. Apára sandítottam, mivel most már le kellene mennie a pincébe a részgyertyatartóért és a tisztítószerért. De úgy tűnt, túlságosan lefoglalta a rendrakás a konyhában. Aztán mosni kezdett, miközben anya porszívózott, mindketten nagyon ügyeltek a tisztaságra, sokkal jobban, mint régen. Amikor lefeküdtem aludni, még sem adventi gyertyatartó, sem lila gyertya nem került ki a konyhaasztalra. Ugyanakkor úgy éreztem, legbelül parányi hideg láng ég bennem. Egészen apró, mérges láng. Bebújtam a paplan alá, és rettenetesen megelégeltem mindent. Azt, hogy a szüleimből csak efféle különös másolatok maradtak, amelyek képtelenek bármire. Azt, hogy minden olyan, mint régen, mégis egészen más. És végtelenül, kimondhatatlanul elegem lett a halpogácsából is.